Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bakosi Péter és Tasité Dávid is ott lesz a Minszki Európa játékokon. A következő szezonban is a Kék Cápák színeiben játszik majd Busz Iván. Egy góllal csúszott le a dobogóról a nyírvátori férfi kézilabda csapat. Három újabb ovisport pályát adtak át Nyíregyházán. A negyedik helyen zárta a bajnokságot a Sunshine Nyíkse. Újabb szakosztállyal a tékvándóval bővült az NVSC. Két nyíregyházi atléta is tagja a Minszki Európa játékokra utazó magyar válogatottnak. A magasugró Bakosi Péter és a 400-as Tasité Dávid képviseli majd a magyar színeket Fehér Oroszországban. Nagyon örülök neki, hogy bekerültem a csapatba. Ő jelen pillanatban ugye egy kicsit fáradt vagyok, de közben felszabadult is, mivel ő sikerült az államvizsgám, és ő ennek köszönhetően most már teljes mértékben a sportra tudok koncentrálni. A májusom az nagyon kemény volt, ő a suli mellett ugye az edzések is akadoztak. Én most remélem, hogy ugye most felszabadult, és most már nem kell a sulival foglalkoznom. Koncentráltok az edzésekre, és szeretném, hogy a Minszki európai játékokon a lehető legjobbat tudjam nyújtani. Ugye egy normál magasugró verseny, egy magasságon három kísérletet lehet tenni. Itt, ha minden igaz, összesen lesz három kísérlet. Igen, ilyen szempontból ez nagyon kemény lesz. Valószínűleg ugye az első ugrások az mindenkinek biztonsága lesz, és akkor utána fog eldőlni igazából a verseny, hogy ki fogja tudni a nagyobbat ugrani. Az ellenfelekről, az ellenfeleiről tudsz-e valamit? Még nem tudok semmit az ellenfeleimről, de nagyon várom, hogy ki kellene kell majd versenyeznem. Az elmúlt évtizedekben versenyzőként, edzőként számtalan versenyen megfordultál, de ez a mostani Minszki Európa játékok, azonban az atlétika minden bizony a te számodra is tartogat majd újdonságokat. Igen, ez egy nem egy szokványos atlétikai verseny lesz az Európa játékokon belül, ami azt jelenti, hogy csapatverseny lesz. Tehát magyarul egy 10 fős csapat fog versenyezni a többi ország csapataival, és az előre meghatározott versenyszámokban elért helyezések vagy eredmények pontozása alapján fog kialakulni a versenynek a végeredménye, ami azt jelenti, hogy az első körben azt hiszem, hogy 4 csoportba osztották a csapatokat, 20 európai csapat lett meghívva, és a győztes az jut a döntőbe, a további helyezett csapatok pedig újra a 2 napúval találkoznak, és onnan a győztesek szintén tovább jutnak majd a döntőbe vagy elődöntőbe, és a így kialakult mezőny először elődöntőt fog játszani, és akkor 2 napúval pedig a döntőt. Tehát végül is 4 fordulós lesz, aki minden fordulóból tovább jut, az a döntőig 4 alkalommal fog rajtozálni. A versenyszámok lebonyolítása is speciális lesz. Nézzük a magasugrást, ahol ugye Péter érintett. Összesen 3-at lehet majd ugrani. Milyen taktikát, milyen felkészülést kíván ez? Hiányosak az információk. Tudomásunk szerint tényleg 3 ugrás lesz, és előre meg kell határozni a magasságokat, hogy hol fog ugrani a versenyző. Hát ilyen versenyen még nem vettünk részt, tehát ez majd adja magát kint a lehetőség, hogy lesz a magasság emelés. Egy biztos, hogy azért a biztonságra oda kell figyelni, miután ez csapatverseny, tehát azt arra vigyázni kell, hogy eredmény nélkül ne essen ki Péter, mert az végül is a csapat azt nagyon megsínlené. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni a köztes megoldást, tehát egy biztonsági, és utána pedig a lehető legjobb eredményt elérni a csapat érdekében. Több sportágban indulnak a magyar versenyzők, a különböző sportágok képviselői milyen színvonalat képviselnek, mennyire számít nívósnak ez az európai játékok? Ez egy elég magas színvonalú verseny, tehát ez végül is európai olimpiának is lehet tekinteni. A magyar csapat az 122 fővel, versenyzővel vesz részt. A többi sportágok, tehát egy kajakkenúnak a listát néztem, tehát az nagyon komoly versenyzőkkel áll rajta, az a birkózás is, tehát a legtöbb sportágban ez kvótaszerzés lehetőséget biztosít ez a verseny, tehát itt megpróbál mindenki a lehető legjobb összeállításban, tehát a sportágok a lehető legjobb versenyzőkkel részt venni ezen a versenyen. 400-as futóként a váltóban képviseled majd a magyar színeket és a nyíregyházi színeket Minszkben. Milyen formában, milyen elvárásokkal utazol? Egyértelmű jó formában vagyok, most jöttünk haza nemrég edzőtáborból is, minden jól sikerült, amit elterveztünk, így hát számítanak rám a váltóban, hogy kihozza magamból a maximumot,
ott vagyok fejben is, fizikailag is, úgyhogy hát remélem nem lesz meglepetés. Mennyiben más nemzeti mezben versenyezni, mint mondjuk egy klubmezben, egy országos bajnokságon? Sokkal komolyabb, itt a hazát képviseljük, mindent meg kell tenni a győzelem érdekében. Meg ugye ez egy csapatverseny most, így hát itt is 100%-ot kell nyújtani. A következő szezonban is a Nyíregyháza Blue Sharksban játszik majd Busch Iván. A Kék Cápák csapatkapitánya szerint jó szezon zártak, azt viszont sajnálatos sérülés miatt nem lehetett ott a bronzpárharc meccsein. Évelején szerintem a reális célkitűzés, meg egyébként is az volt, hogy mind a két fronton jussunk négybe. Ugye az egyik, ugye a HEP kupán ezt túl is szárnyaltuk, bajnokságban pedig negyedikek lettünk. Én nem vagyok csalódott, habár a végén egy pici keserűség van bennem. Nekem nagyon rossz volt kintről nézni a harmadik helyért ezt a két ütközetet, mert úgy éreztem, hogy ezért tudnék segíteni bőven a fiúknak, és akkor lehet másra is alakulhatott volna. De bennem abszolút nincsen hiányérzet. Egy szép szezon zártunk szerintem, és én elégedett vagyok. Játékban mennyit fejlődött a csapat, mennyit fejlődtek a fiatalok? Nagyon sokat. Évelejéhez képest nyilván volt ugye légiós cserénk is fél évkor, voltak sérülések évközben, amik hátratadták a felkészülést, de ha belegondolok, hogy a szezon első felében azért, ezt már többször is említettem, például az a budafoki vereség az nagyon fájó volt, vagy voltak olyan bántóan sima vereségek azért a riválisok otthonában is, hogy nem volt tulajdonképpen esélyünk. Azért megnézem a szezon második felét, egyrészt alig volt vereségünk, másrészt ami volt, az is szoros volt, és már csak a közvetlen riválisainktól, úgyhogy ezt mindenképpen mutató be, hogy nagyon sokat dolgoztunk évközben, nagyon jól edzettünk, fizikálisan rendben voltunk, jól fel voltunk készítve, és taktikailag is álltunk össze. Illetve a fiatalok is egyre nagyobb szerepet vállaltak. Mondanom se kell például az utolsó hazai meccsünket a Veszprémre, amikor az utolsó 9 pontunkat a fiatalok dobták, és már majdnem, hogy vezér szerepet vállaltak. Úgyhogy bízom benne, ez jövőre is így lesz. Saját maga teljesítményével mennyire vagy elégedett? Azt mondják, mindig lehet fejlődni, neked sikerült erről lépni valamiben? Mindig, abszolút, pláne ez nálam hatványozottan igaz irányító poszton, mert az irányító poszt, ami azt mondják, hogy ez igazából korral érik be. Nagyobb ligákban is meg lehet nézni, hogy sokszor 30 évesen jutnak el úgymond a csúcs teljesítményre a jó játékosok. Nagyon sok mindenben van még fejlődni. Nekem is vannak hiányosságai a játékomban, ezt tudom. Viszont azt is érzem, hogy évről évre kicsit érettebben játszok, és megfontoltabban, meg taktikusabban. Az az elején nagyon rossz volt nekem, nem találtam a ritmus, nem voltam jó formában, de érdekes módon onnantól szerintem nagyon sokat javult a teljesítményem, miután pont a posztra érkezett egy légiós, és együtt nagyon jól kiegészítettük egymást, és úgy gondolom, hogy szezon végére már egész jól teljesítettem. Már a Színegyházán kérdés volt egyáltalán? Egy icipici, lejárt a szerződésem, és nyilván voltak kisebb megkeresések, de komolyabb nem, és igazából egyszer-kétszer leültünk Ernővel beszélni, és meg is tudtunk egyezni, úgyhogy jövőre is boldogítjuk egymást. Hogy néz ki a nyári program? Pihi egyenlőre, ez biztos. Egyrészt a sérülésem miatt, másrészt ilyenkor azért mindenkinek egy kicsit szezon végére elege lesz a kosárlabdából szerintem. Nem szeretnék viszont nagyon leállni. Mindenféleképpen nem akarom elreszteni magam nyáron, ahogy az ilyenkor szokás, mert annál nehezebb elkezdeni a felkészülést augusztusba. Úgyhogy tényleg egy-két hét, ami most teljes mozgás, megvonás, és akkor utána már szeretnék lassacskán mozogni és kondizni, aztán egyre inkább labdával is játszogatni. Egy góllal csúszott le a nyírbátori férfi kézilabda csapat a dobogóról az NB2 északkeleti csoportjában. A Csapos János által irányított együttes 13 győzelemmel, egy döntetlennel és 8 vereséggel végzett a negyedik helyen. A szezon előtt tulajdonképpen az első 5 hely megszerzése volt a cél, annak tudatában is, hogy tavaly második helyen végeztünk, de a realitásokat tekintve az első 5 helyet tűztük ki célul, amiben ez a negyedik hely belefér, és ez szerencsésebb esetben akár lehetett volna ismét dobogó, mint tavaly. Most ugye egy gólom múlott, tavaly ez a úgymond egy gólom múlás nekünk kedvezett az ezüstéremhez való jutása, most lemaradtunk. Egyik évben a sors, amit elvesz, visszaadja, nincs ezzel semmi probléma.
Erősebb vagy gyengébb volt ez a bajnokság az egy évvel, vagy egy szezonnal korábbinál? Ez a bajnokság lényegesen keményebb volt, erősebb volt. Szemléltetésképpen két olyan csapat került ide, a Salgótarján, illetve a 60, aki végül is befutó lett. A 60 lett az első, Salgótarján a második, akik teljesen más anyagi kondícióval dolgoztak, illetve ebből eredően játékos állományuk is kifejezetten erős volt. Hogy más nem mondjak, a 60-ban a Budai Dániel, a sokszoros válogatott, a magyar válogatott, a Veszprém, illetve a Szeged volt kiválósága, és még mint aktív játékos játszott, de nagyon sok játékos került oda az NB1-es Gyöngyösből, ugyanígy a Salgótarjánba, és nagyon sok NB1-B-s csapatból szedték össze azokat a játékosokat, akikkel nekiindultak a bajnokságnak. Így ez a két csapat kiemelkedett a mezőnyből. Sikernek tudható be, hogy ezek közül az egyiket, a Salgótarjánt otthon sikerült legyőznünk, és idegenben is egy hajszál választott el attól, hogy meglepetést okozunk, de ez volt a realitás ebben a szezonban. A helyezés is fontos, de tekintve, hogy egy két éve építkező klubról van szó, talán még fontosabb az, hogy miben sikerült előrelépnetek. Tehát itt most nem is, azért is határoztuk meg azt, hogy az első öt hely, ami erre a szezonra elvárható a csapattól, hogy inkább itt megpróbáltunk tovább építkezni. Ennek eredményeképpen az induláshoz képest az elmúlt szezont már 6 csapattal játszottuk le. Ebben volt U11-es, U14-es, serdülő, ifjúsági, a felnőtt, illetve a megyei, Szabolcs-Szatmár megyei bajnokságban NBSC 2 néven indítottunk csapatot, amit sikerült is megnyerni a megyei bajnokságot, kizárólag helyi fiatalokból álló játékosokkal. Tehát saját nevelésű fiatal játékosokkal nyertük meg a megyei bajnokságot. Ezen kívül az NB2-es mérkőzéseken is egyre több szerepet kapnak azok a fiatalok, akik úgymond sajátjaink, nyírbátoriak, és ezt a jövőben is szeretnénk ezt az utat tovább járni. Sikerült-e bővíteni az utánpótlás bázis, lesznek-e újabb csapatok? Igen, tervben van, tehát most az elmúlt szezonról beszéltem az előbb, pár szóban most pedig a következő szezonról, tehát emellé a 6 csapat mellé tulajdonképpen két új kis csapatot fogunk indítani, két szivacs kézilabda csapatot, amit a együttműködési szerződés alapján a nyírbátori gimnáziummal karöltve fogunk megvalósítani. Beszéljünk egy picit a jövőről, még lesz-e változás, várható a változás a szakmai stábban, a játékos keretben, a játékos állományban? A szakmai stáb az úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben jól végezte a munkáját, nincs okunk a váltásra. Mint új utánpótlás csapat, a két kis csapat, amit említettem, annak két új edzőt fogunk bevonni. A felnőtt csapatnál, illetve a többi csapatnál megmaradnak az edzőink, akik eredményes és lelkiismeretes munkát végeztek. Tulajdonképpen ez a szakmai stáb a játékos állománnyal kapcsolatosan. Kell egy kis vérfrissítés, kellenek az új impulzusok, ezért lesznek olyan játékosaink, most az NB2-es keretről beszélek, akik abba hagyják, ki végleg, ki egy évre úgy gondolja, hogy egy kicsit feltöltődni kell, ki tanulmányai miatt hagyja el a csapatunkat, de gondoskodunk a megfelelő pótlásukról, illetve a már előbb említett megyei bajnokságot nyerő fiataljaink közül egyre több szerepet szánunk azoknak, a helyi gyerekeknek, játékosoknak, akik helyben vannak az NB2-es mérkőzéseken is. Három új ovifoci pályát adtak át Nyíregyházán, így a megyeszékhelyen már 14, az országban pedig összesen 350 multifunkciós létesítményt használhatnak az óvodások. Ezek a legmodernebb lehetőséget biztosítják arra, hogy a gyerekek mozgáskultúrája javuljon,
Nyilván nem ősportoló képzés folyik itt, de az utánpótlásnak már lehet egy első köre ez. Fontos az, hogy együtt játszanak, együtt megtanulnak játszani, ezt is segíti, és különböző sportágokat ismernek meg, foci, röplabda, kosárlabda, kézilabda, és különböző, mint most is megy, ilyen társas versenyek. Nagyon-nagyon szeretik, mind az eddigi 11 óvodában volt, ezt kaptuk vissza, hogy gyerekek imádják, óvónők is, ugye az óvónők külön képzést is kapnak, ők tanítják őket, és ezért újabb három pályát létesítettünk az Ovisport Alapítvány közreműködésével. Minden óvodában nem lehet, mert nincsen kellő körülmény, megfelelő udvar, de úgy hangoltuk össze, hogy a város minden pontján legyen, és ha közel vannak óvodák, át tudnak menni. Úgyhogy én azt remélem, hogy ez nagyon sokat segít majd abban, hogy a gyerekeknek hihetetlen mozgásigénye van, a legjobb módon mozogjanak, készüljenek fel a jövőre is, és a sport az a életük részévé váljon. Nyíregyházan a 14. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a 29. összességében pedig a 350. óvi sportpálya az, amit a háttérben látszik. Amikor elindult ez a program, benne volt a pakliba, hogy elérik ezt a számot? Egyáltalán nem. Amikor elindítottuk az óvi sport közhasznú alapítványt, akkor még nem tudtunk a társasági adóprogram bevezetésének a tervéről sem. Akkoriban arra gondoltunk, hogy talán, hogyha évente egy-két pályára össze tudjuk gyűjteni a pénzt vállalkozóktól, önkormányzatoktól, bárkitől, aki támogatásra érdemesnek méltatja ezt a programot, akkor már jól jártunk. Egy hobbinak indult nekem ez az óvi sport közhasznú alapítvány, és az élet úgy hozta, hogy Tatán találkoztam 2010-ben Buzánszky Jenővel, akinek elmeséltem az elképzeléseimet, és ő azt mondta, hogy elvállalná az Ovisport Közhasznú Alapítványnak az alapítását. És utána egyik dolog történt a másik után, mint hogyha ez egy ilyen isteni sugallat lett volna. Bevezették a TAO programot, akkor megláttuk benne a lehetőséget és a fantáziát, beadtuk az első pályázatunkat, nyertünk, az első évben 33 pályát tudtunk építeni, és évről évre több pályát építünk. Ebben az évben, a 2018-19-es TAO évben 70 pálya kerül kivitelezésre Magyarországon. Visszajelzések már lehetnek bőven. Milyenek a tapasztalatok? Nagyon pozitívak, ezért is van az, hogy évről évre egyre több és több a hozzánk benyújtott pályázat, egyre nagyobbak és nagyobbak az igények, egyre több óvoda szeretne részt venni a programban, és nem csak Magyarországon, hanem határon túl is, ugye számos határon túli óvoda is bejelentkezett, hogy szeretnének részt venni a Nemzeti Óvisport programba, ha már ugye nemzeti programról beszélünk, és a miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor alapnak köszönhetően lehetőségünk is volt 4 pályát építeni Kárpátalján, és egyéb támogatóknak, szponzoroknak köszönhetően pedig Tusnádfürdőn is átadtunk egy pályát, hamarosan a Vajdaságban Ruzsa Magdolnával fogunk átadni egy óvi sportpályát, Felvidéken is van már egy pálya, a Sej János Egyetem gyakorlóvodájában, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben ezek a számok is csak nőni fognak. Mi lehet a végső cél, mi lehet az a szám, ahol majd befejeződik ez a program? Remélem, hogy a program soha nem fog befejeződni. Magyarországon 4500 óvoda található, határon túl még 1500, tehát lehet látni, hogy igazából a magyarországi óvodáknak még a 10%-ába se jutottunk el az elmúlt 8 év alatt, pedig nagyon sokat dolgozunk, és azt gondolom, hogy a 350-es szám is egy óriási szám egy közhasznú alapítvány életében. De nagyon remélem, hogy a program minden határon túli magyar óvodába is el tud jutni, mint mondtam, ők 1500-an vannak, és a nemzetközi érdeklődés is óriási. Ott pedig határa csillagoség. A negyedik helyen zárta a szezont az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese 17 győzelem mellett 5-ször szenvedett vereséget. A megye, illetve a kosárlabdázásnak az érdeke az, hogy ilyen szintű csapat is legyen az NB1-bis csapat mellett, akik kevesebbet tudnak vállalni, vagy hobbi szinten szeretnek kosarazni, kosárlabdázást felszínen tartva, ez volt az alapvető érdekünk. Ezt már negyedik éve így csináljuk, ez volt a negyedik szezonunk az NB2-ben. Azzal a gondokkal szembe kell néznünk, hogy Nyíregyházán, akik tovább tanulnak különböző városok egyetemein, főiskoláin, a munkahelyen rendelkezők pedig akár máshová helyezik őket, vagy más munkakörbe kerülnek. Tehát ezekkel az amatőr életben való gondokkal küzdöttünk. Több játékosunk elment a csapattól az elmúlt évben, és ezt kellett pótolnunk, ami nehezen, de sikerült. Úgy tűnt az eredmények alapján, vagy úgy tűnik, hogy itt azért a Szolnok és a Cegléd kiemelkedett. A negyedik hely mennyire reális? Maximálisan későn ért össze a csapatunk,
ha összehasonlíthatom az előző bajnoki keretünkkel, illetve a felkészülésünkkel, sokkal később álltunk össze, később tudtuk azt a minőségi munkát végezni, ami ehhez az osztályhoz is szükséges. Tavaly a HEP kupában is jobban szerepeltünk, most az idén nehezebb sorsolása, ugyan kicsit ha korábban kiestünk, de a realitásokat figyelembe véve ez volt a célunk, illetve hát a Kosárszövetségnek volt egy olyan kiírása, itt van egy olyan kiírása, hogy rájátszást írhat elő, amit velünk csak az utolsó pillanatban közöltek, hogy nem lesz rájátszás. Igazából azzal még talán egy helyet léphetünk volna előre, ami maximálisan szép lett volna, de én úgy gondolom a realitásokat figyelembe véve a lehető legtöbbet hoztuk ki a csapattal ebben a szezonban. Ráadásul jó volt, hogy volt a sikerélmény a győzelem, mint a vereség, és ha a tabellára nézünk, akkor láthatjuk, hogy a 5. helyező csapat jócskán elmaradt a Szentsenyisétől. Igen, ez a 4 csapat kiemelkedett a mezőnyből. Talán a Szolnok és a Cegléd egy kicsivel magasabb szinten volt, mint hogy a győzelmek vereségek aránya is mutatja. Mi a Debrecen első számú MB2-ben szereplő csapatában voltunk egy szinten, ami bizonyítja, hogy egyszer ők, egyszer mi győztünk, és csak a jobb kosárkülönbségnek köszönhetően maradtunk alul. Igazából a realitás ez, hogy a Cegléd, Szolnok és a Debrecen mögött mi lettünk a negyedikek. De még egyszer mondom, a maximálisat kihoztuk, mert nem volt olyan vereségünk, ami esetleg nem várt lett volna, illetve hát az egyik debreceni győzelmünk még talán azt mondom, hogy a bravúr kategóriába is sorolható. Mennyi szerepet kaptak, mennyit fejlődtek a fiatalok? Alapvetően egyre több szerepet kaptak. A csapatunk össze korosztálytétele elég vegyes, mert azért vannak 30 fölötti játékosaink, illetve vannak 20 év alattiak is. Itt a tanulás és az iskola elfoglaltság miatt azért az ő beillesztésük egy kicsit nehezebb volt. Nagyon lelkesek és maximális hozzáállása bizonyították azt, hogy helyük van a csapatban, és azért egyre többet ebben a játékrendszerben, amit mi képzeltünk el, és itt hagy köszönjem meg külön Szavics Bráninak a munkáját, mint játékos edzőként, az ő fanatizmusával, szakértelmével olyan irányba segítette a csapatunk munkáját, amit a fiatalok hol könnyebben, hol nehezebben vettek fel, de mint hogy az eredmény bizonyítja, az elmúlt 2 évben ez sikeresen működött. Milyen lehet a jövőkép, ugye ez volt a 4. szezon, milyen lehet az 5. Bízunk benne, hogy ugyanazzal a lendülettel tudunk nekivágni, azokkal a nehézségekkel szembe fogunk nézni, én úgy gondolom, mint ahogy eddig, hogy csapatot kell építenünk az elmenők helyére, új játékosokat kell megpróbálunk beépíteni, de ezért szép a sport élet, meg ezen belül a kosárlabda élet, hogy ezzel próbáljunk megbirkózni, a nehézségeket félretéve próbáljunk ott maradni az MB2 élmezőnyében. Újabb szakosztálya bővült az NVSC, 14-ként a tékvándó került be az egyesületbe. Nagyon fontos, minden új egyesület megalakulása, új szakosztály beindulása nagyon fontos a szövetség életében, hiszen ez a tömegbázis szélesítését jelenti. És mint minden más versenysportágnak, nekünk is az egyik legfontosabb célunk, hogy kijussunk az olimpiára, és ott a lehető legjobban a magyar híreknek, vagy a magyar tradícióknak megfelelően tudjunk szerepelni. Az, hogy Nyíregyházán alakult meg, az meg különösen jó, mert ez a rész egy kicsit valóban fehér folt volt eddig. Ugyanakkor a környezetünkben rengeteg jó tekvandós van, tehát arra gondolok, hogy Ukrajnában, Szlovákiában, Romániában, azért sok tekvandós van, tehát fontos, hogy itt is beinduljon ez, és hát mondom, a szövetség életében meg azért fontos, mert egy ilyen patinás egyesület fogadtak be a szárnyai alá a tekvandót, és nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük, hogy ezt a lehetőséget biztosították. Hova tovább, a Bolega házaspár azt gondolom, hogy rendkívül jó gazdái lesznek ennek a szakosztálynak, mert rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek, rendkívül felkészültek, sokoldalúak, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos lesz ez mindannyiunk számára. Mennyien űzik ezt a sportágat Magyarországon, és mivel lehet a gyerekeknek kedvet csinálni hozzá? Sajnos viszonylag kevesen űzik Magyarországon, pedig azért már 30 éve jelen vagyunk itt az olimpiai tekvandóval. A tekvandó egyébként 2 szakágra oszlik, az egyik fele az már 77 óta működik. Ehhez képest viszonylag kevesen vagyunk, ha a 2 tekvandót együtt veszük, akkor nem vagyunk 5000-nél többen. Na most ez nem olyan nagyon sok, különösen azt veszük, hogy a világon 80 millióan űzik.
az olimpiai szakágnak van 210 tagországa, szóval ebben a hatalmas mezőnybe kell nekünk is helytállni, kell a tömegbázisunkat szélesíteni, amiben Nyíregyháza most aktívan besegít majd, úgyhogy ezek a legfontosabb szempontjaink. És a gyerekeket mivel lehet becsalogatni az edzőterembe? A gyerekeket azzal, hogy rendkívül látványos a mozgásanyaga, hiszen elsősorban rugásokra, amik szép széles mozdulatok, ugrórugásokra, amik rendkívül látványosak, erre épül. De emellett talán az sem elhanyagolható, hogy nagyon hasznos az önvédelem szempontjából, és hát akinek esetleg olimpiai versenysport álmai vannak, a lehetőség itt is nyitva van. Ezen túl fontos hangsúly az, hogy a taekwondo nem csak a mozgásra alapozik, hanem komplex egészében kezeli a gyerekeket is, és egy szellemileg, lelkileg és testileg harmonikusan képzett gyereket szeretne adni a társadalomnak is, és hát a sportágnak is. Jövőre olimpia, nem is akárhol, Tokióban lesz magyar taekwondós? Nagyon reméljük. Két női versenyzőnknek van esélye, hogy kvótát szerezzen. Egy verseny lesz jövőre, ahol ezt elérhetik, mert a világranglistáról fiatalkoruknál fogva még nem volt esélyük, hogy kijussanak, de az olimpiai kvalifikáció jövőre Olaszországban, áprilisban esedékes. Ha ott az első kettő helyezett közé kerülnek, akkor kvótát szereznek. Nagyon bízunk benne, megteszünk mindent ennek érdekében. Rajta vagyunk. Gondolom az mindig öröm, ha egy-egy és öt-egy új szakosztálya, ráadásul olimpiai sportágat képviselő szakosztálya bővül, az pedig még csak habatolta, hogy ez az egyesült az NVSC. Igen, nagyon-nagy örömmel érkeztem a mai napon, hiszen egy taekwondo iskolát adhattunk át, és nem akármilyen mesterekkel, hiszen a Bolega házas pár hazatért Nyíregyházára, és elhozta azt a tudását, amit ugye már 40 éve kamatoztatott. Úgyhogy most az a célja, hogy átadja a tudását a gyermekeknek, és világklasszisokat neveljen. De természetesen az is, hogy mindenki sportoljon, és legyen választási lehetősége mindenkinek, akár a taekwondo sportágat választani. Immár Nyíregyházán is lehet, hiszen ez a terület egy kicsit fehér folt volt, hiszen nem volt ez a szakágunk itt, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy köszönthettük a gyerekeket, a szülőket, és köszönthettük a Bolega házaspárt, akik bizony bennünket fognak innentől erősíteni, és a sportágat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!